Fiúk, egészségetekre! 30 főre készültek étellel és itallal a helyi vadászegyesület tagjai. Vaddisznópörköltel indultak az izményi főzőversenyen. Úgy, mint többen, ők is jócskán kipótolták a nevezéskor kapott 3 kiló húst. Régi székelyrecept alapján készül, és sajnos ezt nem árulhatom el a titkot, mert akkor mindenki így csinálna. Úgyhogy majd a zsűrinél meglátjuk, hogy sikerül. A hagyományos falunap alkalmával idén 10 csapat vett részt a főzőversenyen. Néhány méterrel arrébb pedig a helyi öreg fiúk játszottak barátságos mérkőzést a színész válogatott ellen. A hazaiak nyertek, nem is akárhogy, a végeredmény 6-3 lett. Nagyszerű ellenfél ellen játszhattunk, és még az idő is kegyes volt hozzánk, mert azért az elején kicsit keménynek tűnt a pálya, de jó Isten úgy látszik velünk volt, mert egy kicsit megáztatott bennünket az elején. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Izményben most először rendeztek falunapot a focipálya melletti hatalmas területen. Korábban az iskola udvarában és a település központjában jöttek össze a helyiek. Azok a helyszínek viszont, ahogy teltek az évek, kicsinek bizonyultak. Én azt ígértem az idősebbeknek is, hogy azért ki vagyunk a faluból, és nehezen tudnak kijönni, mondtam, hogy semmi probléma, az én telefonszámom mindig él, csörögjenek. Ülünk a buszba is, megyünk, és egyenként felhozzuk őket ahhoz, hogy itt lehessenek a rendezvényen. Az izményi falunapon végül több százan fordultak meg. Délutántól a résztvevőket kulturális programok szórakoztatták.